Horváth Gábor a Dunafer tűzoltóságának gépkocsi vezetője és Nagy Sándor tűzoltóőrmester a Dunafer kokszoló területén avatkoztak be még tavaly nyáron, amikor az izzó kokszot mozgató daru fékhiba miatt működésképtelenné vált. A tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be a beépített daru robbanás veszélyes terébe és újra mozgóképes állapotba hozták azt. Elhárítva így a problémát. Hát a tűzoltósági épületünk mögött történt pont ez a ominózus eset, és Hát hamar kiérkeztünk igazából. Az ottani szakemberek igazából gyors beavatkozásuknak köszönhetően is a gyors áramtalanítás, meg a többi dolognak a megszüntetése, ami igazából akadályozza a beavatkozásunkat, megtörtént hamar, és igazából kettő vízsugárral nekiálltunk ezt a, ezt a dolgot hűteni. Egy villanymotornak igazából a fék berendezése szorult meg, Ezáltal nem tudták működtetni a csílét, amiben közel ezer fokos anyag volt, és nekünk igazából ebbe a műszerházba kellett beavatkoznunk a HTP-s kollégával, ugye? És hát igazából sikeresen be tudtunk avatkozni, a féket ki tudtuk engedni, és meg tudtuk szüntetni úgymond ezt a hibát elhárítani. A káresetről annyit lehet tudni, hogy egy műszaki meghibásodás során, ha én jól tudom, ilyen 10-20 méter magasan, közel 1000 fokos, 90 tonnás súly lógott a levegőben, és a Donaferes kollégák ezt visugárral hűtötték, a mi kérkezésünk után egy robbanás veszélyes térben, másod magammal ezt a darut, ezt újra működő képessé tettük. Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminiszterek kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül bátorságért érdemjelet adományozott, egyben jutalommal részesítette Nagy Sándor tűzoltó őrmestert. Az én előjáróim azok nincsenek könnyű helyzetben, amikor valakit, bárkit felterjesztenek egy elismerése, mert itt ennek az elő ennek a kitüntetésnek az a neve, hogy ő bátorság érdemli de itt, itt mindenki ugyanolyan bátor. Nagy Sándor tűzoltóörmester kiemelte, hatalmas jelentősége van annak, hogy riasztástól kezdve mennyi időbe telik kiérniük a helyszínre. Ebben azonban sokszor akadályt jelentenek azok a gyalogosok, akik fülhallgatóval közlekednek, így nem hallják a szirénát, és sokszor fékezésre, megállásra kényszerítik az amúgy is nagy tömegű, nehezen induló járművet. Az ilyen esetek több percet is lassíthatnak a csapatok kiérkezésének idején.